Jó estét kívánok! A híres híreket látják csütörtökön este 19 órakor. A híradó elején mutatjuk a főbb témákat egy-egy mondatban. 16 újonc, köztük 14 nő tette le csütörtök délelőtt a katonai esküt az MH-59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. Jelző lámpát és korszerű közvilágítást kapnak az Irinyi út, Március 15-e utca és a Mártirok útja, Klebersberg út csomópontjai. A felsőoktatás jelenéről és jövőjéről tartott előadást Finta Zita, a Neumann János Egyetem kancellárja. Televíziónknak nyilatkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a napokban több megyét érintő országjáró körútján, gyáravatásokon, üzemavatásokon vett részt. Turkevén arról kérdeztük, mi a véleménye a Mercedes második kecskeméti gyárának építését érintő esetleges átütemezésről. Ez a Mercedes, a Daimler a magyar gazdaság egy nagyon fontos szereplője. A magyar autóipar egyik meghatározó szereplője, amelynek a Magyarország melletti elkötelezettsége vitán és kérdésen felüláll. A Mercedes globális hálózatának egyik nagyon fontos eleme Kecskemét, az ott gyártott autók típusait és a gyártott darabszámot tekintve mindenképpen több ezer ember foglalkoztatnak Kecskeméten, komoly beszállítóipar települt a gyár köré. Ugye arról döntöttek, hogy a második gyárukat is megépítik Kecskeméten. És ennek a második gyárnak az építése továbbra is napirenden van. Az, hogy egy nagy vállalat életében történnek átütemezések, azt megtekintsük természetesnek. Hát a világgazdaság az nem egy steril közeg, az nem egy laboratórium. Az folyamatosan változik, és most nagyon gyorsan változik. A világgazdaságban gyors, mélyreható, alapvető változások zajlanak. Ha az ember csak egy kicsit figyeli a híreket, akkor látja, hogy milyen mértékben alakulnak át a világpolitikai és világgazdasági viszonyok. Ez nyilvánvalóan hatással van a piaci gazdasági szereplőkre, akik időről időre újra tervezik a beruházásaiknak a menetét. Tehát nem a beruházást vizsgálták felül, hanem a beruházás menetrendjét alakították át. Örüljünk annak, hogy a Mercedes, Daimler továbbra is elkötelezett Kecskemét mellett, továbbra is elkötelezett a kecskeméti gyárépítés mellett, és természetesen a mi részünkről a szükséges intézkedéseket meghozzuk annak érdekében, hogy a korábban megállapodott menetrendhez képest egy módosított menetrend szerint tudja végrehajtani a Daimler a kecskeméti beruházását. Az interjú teljes terjedelmében megtekinthetik a hírórát követően a 20 órakor kezdődő Közélet című műsorunkban. 16 újonc, köztük 14 nő tette le a katonai esküt csütörtökön délelőtt a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. Az állomány új tagjai speciális feladatkört látnak majd el a Magyar Honvédség kötelékében. Jelentem szakasz 16 fővel katonai eskütételre felsorakozott. Tapintható volt az izgalom az MH-59 Szentgyörgyi Dezső repülőbázis gyülekező termében csütörtök délelőtt. Április 8-án 16 jelentkező kezdte meg az alapkiképzését, hogy azt sikeresen teljesítve katonává válhasson és a kecskeméti bázison szolgáljon. Pap Eszter közkatona vezényletével 14 nő és 2 férfi tett ma esküt. Ezzel hivatalosan is honvédek kiavatták az újoncokat. A nemek furcsa aránya az újoncok körében nem véletlen. Speciális képzettséget kaptak most a hölgyek és urak. Gyakorlatilag javarészük légiutas kísérő lesz, ami fedélzeti ellátó altiszt néven fut a Magyar Honvédségben, de ők igazából civil nyelven légiutas kísérők lesznek. Ez az Irinyi 2026 keretében beszerzett új haditechnikai eszközökön fognak szolgálatot teljesíteni. A megbízott bázisparancsnok beszédében hangsúlyozta, a katonák ma letett esküjükkel életük végéig hűséget fogadtak a honvédek szűk, de összetartó csapatának és a hazának. Az eskü nemtől és kortól függetlenül kötelez. A hazára tettünk esküt most, a haza szolgálatára, úgyhogy ha úgy van, akkor ugyanúgy kell küzdenünk nekünk is, mint egy férfinak, úgyhogy nincs kivétel. A Magyar Honvédségben körülbelül 20% a nők aránya. Stábunk a helyszínen arra is rákérdezett, hogyan zajlik az élet most a repülőbázison, hiszen a katonák jelentős része ideiglenesen más helyszínen teljesít feladatot.
Azt gondolná az ember, hogy sokkal nyugodtabb az élet, de nem, ez nem igaz sajnos, hiszen a Baltic Air Policing, a Páparád települt állományt, valamint a Liszt-Ferencen szolgáltató teljesítő állományunkat is innen látjuk el logisztikailag és mindenféle szempontból. A Kecskeméten szolgálatot teljesítő állományra komoly feladatot ró, hogy nagy távolságból kell logisztikai problémákat megoldani. Jelenleg egyszerre 4 helyszínre kell figyelniük, ennek ellenére a feladatellátás eddig zökkenőmentes volt. Elkezdődik 2 új közlekedési csomópont építése Kecskeméten. Az Irinyi út, Március 15-e utca és a Mártirok útja Klebersberg út kereszteződésében jelzőlámpát telepítenek és korszerűsítik a közvilágítást is. A kivitelező hamarosan elkezdi a csomópontok korszerűsítését, amelynek köszönhetően biztonságosabbak lesznek az érintett kereszteződések. Ma adta át Kecskemét megyei jogú város önkormányzata a munkaterületet az Irinyi út, Március 15-e utca és a Mártírok útja Klebersberg út kereszteződésében a Kolász Zrt. Részére. Az Irinyi út, Március 15-e utca csomópontnál mindenáll kiegészül önálló, jobbra kanyarodó vagy egy gyorsítósávval. A meglévő kijelölt gyalogátkelő helyeket részben áthelyezik és akadálymentes járdakapcsolattal látják el. A Klebersberg úton mindkét irányban többletforgalmi sávot alakítanak ki a balra kanyarodó járművek részére. Új gyalogos átkelőhelyeket létesítenek, a meglévőeket pedig megújítják és akadálymentessé teszik. Az iskola előtt új parkolóhelyeket is létrehoznak, továbbá Mártírok útján az autóbusz megálló helyén akadálymentesített buszöböl és peron épül. A kivitelezés 4 hónapig tart, ez idő alatt teljes útzár nem lesz, de forgalomkorlátozásokra kell számítani. A fejlesztés költsége Széchenyi városi csomópont esetében bruttó 90,8 millió forint, a Műkertvárosi csomópont esetében bruttó 168,5 millió forint. Ez áll az önkormányzat közleményében. A felsőoktatás jelenéről és jövőjéről szólt a híres Szabad Egyetem programsorozatának tegnap délutáni előadása. Az előadó személyében Fintazitát, a Neumann János Egyetem kancellárját köszöntették az érdeklődők. A tavaszi fél évben meghirdetett híres Szabad Egyetem programsorozatának 5. előadását Fintazita, a Neumann János Egyetem kancellárja tartotta meg. A felsőoktatás jelene és jövője Magyarországon című előadás első felében a felsőoktatás jogszabályi környezetéről, majd a jelenleg is tartó átalakításokról beszélt a résztvevőknek. Az egyetem új kampuszának megépítése rengeteg változást hoz majd a jövőben. Az új helyszín, új rektor és új képzések várhatóan még több hallgató jelentkezését eredményezik. A felsőoktatás is ma már egy versenyágazatnak számít, tehát versenyzünk a hallgatók létszámáért. Ugyan az idejében azt láttuk, hogy nőtt a hallgatói létszám az országos eredmények alapján. Fintazita elmondta, hogy az előző években a demográfiai viszonyok alapján csökkenés mutatkozott a jelentkezők számában, azonban idén az országos átlaghoz képest is Kecskemét hozta azokat az eredményeket, amiért az elmúlt években dolgoztak. A kecskeméti karok szerencsére mindegyik nagyon népszerű volt a maga szakterületét illetően. Ugye van egy új karunk, a gazdaságtudományi kar, amelyik jelen pillanatban egy felfutó karnak számít. A 2019-ben jelentkező hallgatók körében a műszaki kar is nagyon népszerűnek bizonyult, hiszen nem csak megtartotta pozícióját, hanem jelentős javulási tendenciát is mutatott. A kancellárasszony azt is elmondta, hogy a pedagógus képzés területén is növekedést értek el. A kertészeti és vidékfejlesztési kar folyamatos fejlődésén pedig még dolgoznak. A Hősök Napja alkalmából szerveztek megemlékezést ma délután a köztemetőben. A résztvevők koszorút helyeztek el, az 1956-os parcella és emlékhely, valamint a repülős emlékműnél a katonahősök tiszteletére. Idén is megemlékeztek azokra a magyar katonákra és civilekre, akik életüket áldozták hazánkért. A Hősök Napját minden év május végén megünneplik Kecskeméten is. Az emlékezők koszorút helyeztek el a kecskeméti köztemetőben található 1956-os parcella és emlékhelyhez, valamint a repülős emlékműhöz. Magyar hőseinknek sokszor többszörös túlerővel kellett szembenézniük, de az áldatlan körülmények között is mindvégig helytálltak. Az első világháborúban 2300 kecskeméti illetőségű katona halt hősi halált, a másodikban pedig már 3000 főre tehető a híres városi katonák halála vagy eltűnése.
Az eseményen verseltette tiszteletét hősi halottaink előtt Mencseli Réka, a Hunyadi János Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Dr. Károly Falvi József történelem tanár pedig beszédet tartott, melyben kitért a hősökre való emlékezés nemzeti identitást erősítő szerepére. Hőseink bátorságukkal és a hazáért hozott áldozatukkal nem csak példaként szolgálhatnak a fiataloknak. Rájuk gondolva egyúttal arra is emlékeztetjük magunkat, hogy egy értékközösség tagjai vagyunk, ez pedig nagyon fontos a jelenkorban. Ma délután nyílt meg a Cifrapalotában Kerényi József Kossuth és Ybl díjas építész emlékkiállítása. Az építész életművét bemutató tablókat a Lechner Tudás Központ készítette tavaly októberben, és a Bács-Kiskun megyei építészkamara szervezésében kerültek most Kecskemétre, Kerényi József építészi működésének első helyszínére. Kerényi József pályakezdő építészként került a városba, az itt töltött két évtized alatt számos régi épület rekonstrukciója kötődik a nevéhez. Az Ybl Miklós díjat például a zsinagóga átépítéséért nyerte el, és nevéhez fűződik a Kodály Intézetnek otthont adó Ferences Kolostor épület rekonstrukciója is. Meghatározó új épületeivel is, mint például a Szóra Katénusz Játékmúzeum, a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Naív Művészek Múzeuma nagy mértékben hozzájárult a megyeszékhely mai arculatának megteremtéséhez. A megnyitón levetítették Oskó Judit, Kerényivel készített interjúját, majd egykori kollégák és tanítványok osztották meg egy-egy emléküket a közönséggel. Lélekemelő koncerten vettek részt az édesanyák szerda este a Hírös Agóra Háztermében. A Bács-Kiskun megyei kórház zárt körű rendezvényére különleges előadókat hívtak meg a kórház dolgozói. A Bács-Kiskun megyei kórház különleges az édesanyákat köszöntő rendezvényt szervezett szerda estére a Hírös Agórába. A lélekemelő koncerten Szentpéteri Csilla és Szekeres Adrián ajándékozta meg műsorával a jelenlévőket. 2019. áprilisában a Bács-Kiskun megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya megnyerte a Családbarát Kórházi Osztály 2019 díjat. Az elismerés átvételekkor az osztály dolgozói úgy döntöttek, hogy a díjat megköszönik azoknak az édesanyáknak is, akik bizalmat szavaztak nekik. Miklós Márta vezető szülésznő és Szabóné Gehár Éva szülésznő ötlete volt, hogy egy koncerttel ajándékozzák meg az édesanyákat. Az előadás előtt a meghívott művésznők felavatták a kórház bejárata előtt a születésfáját. A nap folyamán az édesanyákkal együtt közösen körbejárhatták a szülészeti osztályt. Az előadókat pedig lenyűgözte az osztály modernsége. Mindketten büszkék voltak arra, hogy egy ilyen nagyszerű kezdeményezésnek a részesei lehettek. A látványos koncert előtt egy kis filmet is megtekinthettek a résztvevők a szülészeti osztályról. Gyermeknapi előadást és játéknapot szerveztek a Mezei utcai közösségi házban. Az egésznapos eseményre délelőtt óvodásokat, délután pedig iskolás gyermekeket vártak. Nem sok ideje volt pihenni a lufi hajtogató bohócnak és az arcfestőnek ma a Mezei utcai közösségi ház gyermeknapi rendezvényén. Délelőtt a Csongrádi utca és a Juhász utcai óvodákból érkeztek gyermekek. Ők a Ciroka Bábszínház előadását láthatták először, majd játékok várták őket az udvaron. Szeberényi Gyula Tamás, a polgármester is ellátogatott a helyszínre. Akkor egy kis ajándékkal kedveskedni önöknek, nektek. Most a polgármester úr jelenlétében sok szeretettel akkor átnyújtanánk egy-egy popcorn. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Radics Kálmán a Közösségi Házat üzemeltető egyesület elnöke nem csak harapnivalót, de vadonatúj játékokat is vásárolt ajándékba az óvodáknak. Az alpolgármester a stábunknak a helyszínen elmondta, fontos gesztus ez, és nagyon fontos feladatot lát el maga a Közösségi Ház is. Hangsúlyozta, minden erőfeszítés egy irányba mutat, hogy a hátrányok, amelyek a gyerekeket a lakó vagy szociális környezet miatt érik, minél inkább eltűnjenek. A felzárkóztatás egy olyan terület, ahol senki nem hordozza magánál a bölcsekkövét, senki nem tudja, mi az abszolút jó megoldás, de próbálkozni kell, és vannak sikeres lépések. Az alpolgármester abszolút eredményesnek ítéli a közösségi ház működését. Jövőre egy új program is indul, amely során a születéstől kezdve foglalkoznak majd a szakemberek a hátrányos helyzetű gyermekekkel és szüleikkel. A folyamatos rendezvényszervezés mellett a közösségi házban korrepetálással is segítik az iskolás gyermekeket, akik közül sokan délután szintén ellátogattak a gyermeknapra. A hírös híreket látták csütörtökön este, most mutatjuk a legfontosabb témákat még egyszer röviden.
16 újonc, köztük 14 nő tette le csütörtök délelőtt a katonai esküt az MH-59. Szent Györgyi Dezső repülőbázison. Az állomány új tagjai új haditechnikai eszközökön fognak majd szolgálatot teljesíteni. Jelző lámpát és korszerű közvilágítást kapnak az Irényi út, Március 15-e utca és a Mártírok útja, Krébersberg út csomópontjai. A 4 hónapos kivitelezés alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a környéken. A felsőoktatás jelenéről és jövőjéről tartott előadást Fita Zita, a Neumann János Egyetem kancellárja. A Hírös Szabad Egyetem tegnapi programján elhangzott, hogy növekedett a Kecskemétre jelentkezők száma. Idén is megtartották Kecskeméten a Hősök napját. Az emlékezők koszorút helyeztek a köztemetőben található 1956-os parcella és emlékhelyhez, valamint a repülős emlékműhöz. Ez volt a Híradó, lesz ma is kiemelő. Vendégünk lesz a 10. Quiz Night 2 kecskeméti csapatának tagja Gyimesi András és Tombác Roland. Majd bemutatjuk a Kecskemét Hetényegyházi Református Egyházközség frissen beiktatott lelkipásztorát. És végül itt lesz Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke, akivel a hétvégi programokról beszélgetünk. Híreinket újra tudják olvasni a hírportálunkon, a cím híres.hu, vagy meg tudják nézni a Híradó ismétlését. 20 óra 30 perckor, 22 órakor éjszaka a két újság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor, és minden műsorunk, így a Híradó és a Kecskeméti TV weboldalán bármikor újra megtekinthető. Friss Híradóval holnap este 7 órakor várjuk Önöket, nézzenek minket akkor is, most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Pénteken többnyire felhős lesz az ég, csak rövid időszakokra süt majd ki a nap. Helyenként eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős napos időre számíthatunk, elszórtan várható zápor eső. Helyenként élénk lesz az északnyugati szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Vasárnap folytatódik a gomoly felhős idő, emellett több órás napsütésre számíthatunk. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 21 és 25 fok között valószínű.